Okay. Itt volnánk. Na. A legutóbbi alkalommal ott hagytuk abba a játékot, hogy aranyat szerettem volna keresni, és tulajdonképpen találtam is, úgyhogy visszamegyünk oda aranyért, amerre elmentem a legutóbb. Az egy veszélyes zóna volt, azt én vágom, de kockáztatni kő. Elmentünk ide erre, ebbe az irányba. Lehet, hogy tényleg szükségem lenne egy iránytűre egyébként, mert sokat segítene, mindegy. Hatalmas dökhalakat láttunk erre felé, de tulajdonképpen most, hogy nappal van, igazából még jobban meg is figyelhetőek lennének ezek a halak. Úgyhogy megnézzük. A szintjeim rendben vannak, ételital ilyesmi, azok teljesen okésak. És az inventorimban is, hát valamennyi hely van, bár nem optimális így elindulni, hogy azért félig tele vagyunk, de mindegy. Úgyhogy nézzük. Ha emlékszem erre a helyre, ugye itt... itt szivattak meg a lefagyasztó halak. Lehet, hogy kicsit más irányba kell mennem tovább ennél. Hoppá, egyébként bocsánat, elfelejtettem átírni a játékot. Mindig elfelejtem, de most akkor gyorsan. Szóval... Kész. Jó. Szerintem, hogyha ott az egy állomás, akkor azt tudom, hogy melyik. Mert ez alatt volt egy ilyen lerohadt, igen, roncs terület. Igen, igen, akkor ezt ismerjük, ez jó, ez rendben van. És akkor én ezen túl voltam, szerintem ezen túl mentem, amikor aranyért indultam legutóbb. De valahol itt a sekélyvizeknél voltam mégis, nem is emlékszem, hogy ilyen messzire elmentem volna. Itt is van Szellem Reaper vagy más Reaper? Fú, hát nem tudom, mert direkt nem néztem meg. És nem is találkoztam, csak egyetlen egy nagy hallal, ami pont ezen az aranylelő zónán volt, és azt remélem most megpillantani egy kicsit nagyobb fényben. Van valami. Biztos, hogy vannak szörnyek egyébként, mert hát ez a Subnautica nagyon unalmas lenne, nem lenne, úgyhogy szerintem durvább dolgok vannak itt, mint a simában. Megnézzük, méretben egyébként nagyon Reaper Leviathan méretű volt az a valami, amit láttam, egy kicsit olyan élesebb feje volt, úgyhogy nem lesz olyan marcon a kinézete talán, de hát fene tudja. Bár lehet, hogy le kellett volna jelölnöm a zónát, mert most így elnézve a területet, nem találom azokat a gejzireket. Jé, ott van valami nagy rák, de jó. Le kéne szkennelni. Sziklatörő. Akkor ijesztő, mint az előző Subnautica. Hát az a helyzet, hogy amíg ismeretlen, amíg sok az ismeretlen a játékban, addig ijesztőbb is lesz. Aztán, hogyha megismerik őket, akkor már nem. Na jó, van ez bizalkodó jel, bizakodásra ad okot ez a... Ez, hogy itt látok ilyen füstölgő gejzireket. Úgyhogy azt hiszem jó helyen vagyunk. Az arany az, amit ugye keresek. Agnetit. És ebből kijött a táp... Nem, ebből ezüst jött ki. Hát nem baj, az is jó. Úgyhogy rengeteg ezüstöt gyűjtök, én azt is nagyon fogom élvezni. És akkor elméletileg szerintem most már itt veszélyes a zóna. Úgyhogy azért odafigyelünk. Hát egyébként itt a sziklák között is elvonulhatnak ilyen nagyobb halak. Há, ez kell nekem. Bár ebből én nem
aranyat szereztem most, de van egy aranyam. Magnetit, jó. Mészkő. Kicsit úgy érzem magam, mint valami MMO-ban, vagy valamilyen túlélő játékban, amiben bujkálnom kell más játékosok elől, és úgy összeszedni a nyersanyagokat, mert... Mert most gyakorlatilag ugye a vadabb halak ellen bujkálunk, a nagyobb halak ellen, elől. Basszus, itt mennyi szarság is jön ezekből a magnetitekből. Felmegyek a felszínre. Jó, ez a nagy búvártartály. De egyébként egy kicsit nevetséges még mindig a játék, hogy ezzel szivatja az embert, hogy nem tud egy jó, hosszú, mélytengeri búvárkodást csinálni egy normális búvártartállyal, és ilyen nevetséges egy-két percet tud csak lejönni a víz mélyére. Az ott micsoda? Azt imádom a Subnautica-ban, hogy mindig van mélyebb mélység. A titán az nem kell nekünk. Ez viszont arany. Jó, elég sok arany van már a birtokomban, de ha már eljöttem ide, akkor szerek még valamennyit. Ez itt agnetit. Eldobok egy-két titánt. Takarodjatok. És akkor ez is titán, úgyhogy akkor ezt nem vesszük fel. Ezek legurulhatnak a mélybe. Nagyon remélem, hogy a játék tisztítja ezeket az elhullajtott dolgokat, kiveszi a játékból, hogyha eltávolodtam tőlük. A litiumot is felszedem, mert biztos, hogy hasznos. És oda nem megyünk le a rohadt mélybe. Mert nagyon veszélyesen néz ki. Szeretnénk már valamilyen járművet, mert az biztos, hogy biztonságérzetet nyújtana. Sok a titán. Ez itt arany, nagyon jó. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 30 másodperc és megfulladok, tök jó. Na, Hali vagyok újra, mondja a zsömlesajt, örülök, hogy itt vagy, Zsömi. Majd ezt nézd meg. Inkább Discordra linked, mert most stream közben nem fogom megnézni. Trója, haladtam-e? Haladgattam, igen. De mostanában nem sokat játszottam. Hát ugye volt az, hogy teljesen újra kezdtem, és szeretném volna csinálni egy videót arról, hogy az első körben hogyan lehet várost foglalni rögtön. Most azt az állást folytatom, amiben ezt megcsináltam. Most van egy olyan helyzet, ami kialakult, hogy halat üzentek Spártának azok, akik Athén meg a mellettem lévő városok és provinciák. És velem nem akarnak ugyan háborúzni, de Spártával igen, és hogyha meg Spártával, hogyha nem szállok be a háborúba, akkor Spárta mérges lesz, hanem amit tök rossz, mert azt a kapcsolatot érdemes lenne ápolni. Hoppá. Hoppá, hoppá. Na ott vagyunk, ott van, a rohadék. Na az a hal, amit lehet, hogy ti nem láttok itt a streamben rendesen, de az durva. Na az, amit elkerülünk. Felmegyek, de azért lehet, hogy megközelíthetném. Nyomunk egy mentést ide. Na jó, akkor nézzük. Hát, ha meg tudom közelíteni. Jeladó észlelhető egy közeli szigeten. Tényleg? Szívószál? De Delta Base Dock 100 méterre van.
Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Yeah! Na, menő. Oké, volt értelme ide jönni. PDA. PDA. Na jó, van, akkor nézzük, mi van. Mi mindenről maradtál le? Hát várjunk csak, csináltam egy szívószárrendszert a mélységbe, ahol nem találtam sok mindent, úgyhogy azt feladtam ott a kutakodást. Aranyat kerestem már akkor is, de végül visszajöttem. Nagyon mélyre lementem, ilyen 200 méterre. És az a szívószárrendszer az még megvan. Hoppá, nekem vissza kéne mennem a vízbe, mert megfagyok. És akkor annak az epizódnak a végén jöttem vissza, és láttam valamit, ami olyan, mint az. Vagy nem tudom, hogy mit láttam, de érdekes volt. Nagyjából úgy nézett ki, mint az, amit most láttunk. Egyébként tökre bátor lennék, hogyha itt a parton tudnék találkozni vele, akkor bármikor kijöhetnék. Besötétedett a víz. Hát igazából itt is jó sötét van. Miért van egy ilyen rohadt sötét, te jó ég? Hol van a jeladó? 56 méterre, azt keressük meg. Ez itt mi? Ez meleg víz? Ja, ez meleg. Ez forrás. Na amúgy Gaming Dumping mesél, miről maradtam le múlt héten. Ja igen, igen, azt már elmondtam. Hogy az mi volt, az gőzöm sincs egyébként, azt nem tudom egyáltalán. Ó, hogy ez a jeladó. Leltár megtelt. Nem tudok vele mit csinálni. Igen, az valami Viriper féleség volt, de... furcsa, ilyen rozmár szája volt, vagy nem tudom, érdekes, érdekes lénynek tűnt. Ez a sziget engem érdekelne, hogyha találnék rajta valamilyen meleg forrást, akkor még beljebb is tudnék haladni. Á, ez itt meleg, ez jó. Ezek szerintem melegítenek. A stream végén elolvassuk az összegyűjtött adatokat. Led root töredék, tök jó. New blueprint acquired. Érzem a meleget, esküszöm. Nagyon jól meg van csinálva, még a hő is fodrozódik. A hő hatására a levegő, ugye. És itt tök cuki, így melegít engem. Adjál meleget, gyere. Jaj. Nem kellett volna hozzáérni. Erre mi van? Ez azért rohadt kényelmes, hogy ilyen növények, amik meleget adnak, tűzforrások. Mint a direkt azért készült volna ez az egész, hogy kristályosodott kén. Elhozzuk. Ezen a szigeten van valami érdekes szerintem. Leveles gyümölcsnövény. Bár én kristálysodottként már találtam korábban. Ó, te jó ég. Sötét van. Rendesen ránk sötétedett. Valamit megint tudok szkennelni. Kék szörme növény. Cuki. Na. Egy jó kis égeső.
Kép növény. Megvan. Elvégezzük a házit, kutatni valókat, begyűjtjük. Na és akkor úgy látom, hogy erre kell tovább menni. Nagyon jó, találtunk itt is valamit. Bár ezt úgy látom, hogy nem lehet kinyitni. De van itt egy ásványdetektor. Alterra PDA. És más nincsen. Basszus, ha itt beesek. Nem tudom, hogy hova kerülök. De nem akarom kipróbálni egyelőre. A régi szubnautikában 900 méter mélyen lehetett találni kristályosodottként, itt meg a felszínen. Hát ez az északi sark. Azt hiszem, itt van valami nagy és érdekes. Hát én nem tudom. Van egy... Átlépte a határt. Nem az alterával vagyok. Már akkor helyezzed ukrán helyzet, ez meg, ezt meg hogy érti? Ha az igazat mondja, akkor önnek elment az esze, ha hazudik, akkor pedig veszélyes játékot űz. Nincs szinkronizálva ez egy ember egy gépben, várjon ki maga, maradjon távol a földemtől. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Na, ez cuki volt, ez már történet. Ugye, Delta Station. Á, ez az a föld, amiről beszélt. Hát én bemegyek, engem nem érdekel. Miért nem maradt itt? Érted? Azt mondja, maradjak távol a földem, maradjon távol a földemtől, erre elmegy. PDA. Igen, az a helyzet, hogy nyilván ez később lesz szinkronizálva meg ilyenek, ezek a dolgok, ugye? Úgyhogy akkor nyilván érdekesebb lesz a játék, hogyha ez meg lesz csinálva rendesen. Basszus, nekem kéne valami meleg. Ez micsoda? Felügyeleti monitor. Most felmásztam a tetejére? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Szeretnék találni, de ez az épület, ez nem ad lehetőséget arra, hogy bemenjek. Jó, akkor távozzunk innét, 37 fok maradt. Fog megfagyni. Bezzeg, itt nincs olyan növény. Bemeltek az épületbe? Nem úgy tűnik, mint ami meleg. Basszus. Oké, 15, 14. Jajaj. Ez az. Érzem a meleget. Jó van. Az ott mi? Valami madár? Élőhelyépítő töredék. Nagyon jó. Ja, mondjuk ez már nekem meg volt korábban. Zenedoboz töredék. De basszus, itt meleg van? Vagy csak nappal lett? Irodaszék. Tök jó. Bárasztal. Kezdhetünk szimszezni lassan, kávéautomata is van. Nagy üveg, szűrt víz, leltár megtelt. Na várjunk csak. Megiszom a dolgaimat. Megeszem azt a kaját itt. Ú, ez rendesen adott.
Meg ezt a nagy üveget is megiszom. A fali polcot is tudok szkennelni. Ó, egy térkép a pályáról, de jó. Én nem tudom, ez mekkora területet, ez csak a szigetet öli fel. Öleli fel. Nem tudom, nehéz megmondani, mik ezek a jelek. Talán a PDA majd megmondja. Hát, hogy csinálok róla egy screenshotot. Miért ne? Megtehetem. Várjunk csak... Éni. Jó. Később, hogyha megtudok bármit a PDA információk alapján erről a dologra, akkor visszanézhetem majd, ugye. Na. Jó, és akkor, hoppá, itt van egy tároló is. Dangerous weather approaching. Magát a helyiséget is be tudom szkennelni. Több célú helyiség. Tök jó, köszönöm. Ez azért így hasznos volt. Hú, és itt tudok tovább menni. Egy személyes ágy. Aha, egy posztert lenyúlunk. Ezt már nem tudom sajnos. Forgószék. Pengling picture. Hú, de sok információ egy helyen. Félek, hogy ez túl sok olvasnivalót zúdít ránk a játék egyszer. Nem szeretem az ilyet. Jobban szeretem, hogyha azért adagolva van. Leltár megtelt. Ezeket nem tudom felszedni. Na várjunk csak, akkor eldobjuk a titánt. Én nem tudom eldobni. Módosító állomás töredék, tök király dolgokat találok. Hát vissza kell menni lehet a vízbe, és ott tudom eldobni a szemetet. Bár tökre örülnék, hogyha találnék egy kukát. Nézzünk már itt egy kicsit még jobban körül. Irányító szoba, tervrajz, kompletten, tárcán kínálva. Nézzünk be ide is akkor már. Emmanuel Desjardins. PDA. New blueprint required. Zenedoboz lemez felvétel. Tök jó. Olyan, mint egy CD. Vannak ilyen kék dolgok, ezek valószínűleg olyan objektumok, amiket még nem modelleztek le. Szóval látszik, hogy azért a játéknak még kell egy nagy adag idő, amíg elkészül. Obszervatórium, az is jó. 2021-ben adják ki, teljesen azt mondták. Hát jó, hát akkor így haladgatok ilyen heti pár órával, a végén még tényleg úgy alakul majd, mint a sima Subnautikában, hogy nagyjából eljutok a végéhez, aztán még egy nekifutással tudom csak végigvinni. Motivációs poszter. Na, oké, sok-sok titánt ide eldobtuk. Mondom, egyesültek egy nagy titán tömbé, vagy nem tudom. És összegyűjtöm a posztereket, meg ezeket, hát nyilván több poén dekorációs dolgok. Igen, itt van, ezek. Jó. Huh?
Aha, kibaszott menő. Antigravitációs örökmozgó. Őrület. Tipikus izé, irodai kellék. Hát ilyet én is akarok. Hát ez rohadt menő. Elegáns, elegáns ez a Subnautica világ. Jó, és akkor... itt voltak még poszterek, amiket le tudok kapni a falról. Nagyon jó. Oké, tök jó. Penguin képet is eltesszük, mert miért ne? Ilyen hülyeségekkel foglalkozni azért. De a beta mappek, amiket játszol, és ha kiadják teljesen, akkor elvesznek azok a mappek, ha jól tudom. Aha, hát akkor újra kell kezdeni. Na menjünk fel erre, ugye itt már voltam az előbb, csak nagyon lehűltem, és nem néztem körül teljesen, de itt van valamilyen nagy dolog, valami nagy izé. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt ez egy majdnem igazából egész jól működő állomásnak tűnik, viszont közben mégis... Mégis az van, hogy, hogy tisztára lerohadt, és... Felülíró modul portja. Aha, hát itt lehet, hogy valamit végeznem kell majd valamilyen átalakítást ezen a gépen. Szóval közben meg a, az épület az meg ilyen teljesen el van havasodva. Status report. Felügyeleti helyzet jelentés. Töltött adatok. Jó, hát semmit tudok vele csinálni. Menjünk már itt át. De mi ez? Visszamegyek felmelegedni az egyik házba. Én úgy emlékszem, a házban meleg volt. Valamiért. Nem tudom, miért van meleg a házban. Tisztára be van törve minden, erre meleg van. Na jó van. Vágyd eddeti egy posztert az egyik járműről. Tök jó. Teherszállító hajó poszter. Na jó van. Szerintem itt, amit a játék akart, azt megcsináltuk. Úgyhogy szerintem ugorjunk be a vízbe valahol. Hú, csak nem erre. Meg fog dugni, hogyha erre indulok el. Dangerous weather approaching. Nyomunk egy mentést, és megpróbálunk erre leugrani a vízbe. Bár itt úgy látom, hogy több... Aha, jó. Hoppá. Jújjúj. Oké. Na. Hát nem tudom, hol vagyok, de... De azt tudom, hogy... 700 méterre van az otthonom, és egyébként meg itt valami rohadt szörny. Ordibált mellettem. Jaj, rohadjon meg. Ja, itt van. Nem akarom. Nem szeretném. Kicsit közel vagyok hozzá. Szerintem itt lesz a vég. Itt ér minket a vég, ráadásul kifolyott az elem a cuccból. Még jó, hogy van elmentésem. Oké, oké, semmi gond, elmegyek erre. Geothermally active cave detected below. Az ott micsoda? Teherszállító hajó töredék. Nekem kell a teherszállító hajó. Ne gondoljuk azt, hogy nem. Rohadt menő, hogyha össze tudom rakni. Oké, 67%-on van.
azért elmegyek még ott. New technology acquired. Meg vagyunk. New blueprint acquired. Oké, na, itt nem kapnak el. Azt fogom csinálni, hogy kiveszem a... az elemet a szkennerből. És berakjuk az izébe. A gépbe. Na. És akkor most újra aktív a dolog, és... hát nyilván látjuk, hogy ott van a rohadt szörnyeteg. Úgyhogy... a sziget szélén maradunk. De rendesen elállja az utamat, azt látom. Itt jöttem fel a szigetre, ezen a valamin. Jó, én úgy emlékszem, hogy valahol a mélyből közelítettem meg ezt az egészet, itt a dolgok között, a sziklák között, vagy nem tudom. Ez közel van. Ez nem tudom, hogy hol... Ja! Ej, basszus. Nem nézek oda, csak megyek előre. Talán a sebesség az segít. Jó, ott van, oké. Azt hiszem a terszájtó hajó több részből áll, vannak hozzá modulok. Nem tudom, én az előbb azt hittem, hogy megvan a tervrajz. Egész jól megoldottuk a helyzetet. Egész jól hazajöttem. Szerintem a veszélyes zónát meg is úsztuk és elkerültük. Bármint, ha ott lenne valami. Vagy ez csak valami... Ez a szívószál az enyém. Nem, innentől kezdve már sima. Itt már semmi nem lesz. Jó van. Amúgy sztorival, hogy állok? Sehogy. Egyelőre technológiákkal dolgozgattam. Valami alakult a sztoriban, ilyen előtörténetet megtudtam arról, hogy hogyan alakult a kapcsolatom a hugommal, mielőtt idejöttem, állítólag tökre összevesztünk valami hülyeségen, hogy ezt a karaktert, ezt a Robit kirúgták az állásából, vagy nem is tudom, hogy ez a Robin, és a Sam a másik. Egy kicsit értelmetlen veszekedés volt, de ilyesmire derült fény. Ilyen adatokból, amiket elolvastam. Napló bejegyzés feloldva, személyes bejegyzés különös idegen, személyes bejegyzés wanted thing to different. Ennyi. Oké. Na jó van akkor. Mind meg lesz a Leviatán, összeroppant, kiszívja a szart is belőled. Nagyon köszönöm a támogatást és a jó kívánságokat, igazán sokat jelent. A Telszájta, szóval vagonokat csinálhatsz hozzá. Az jó. Na nézzük akkor, mink van. Nekem egy kábelkészlet kell, vagy egy fejlett kábelkészlet? Hogyha a kézi fabrikáló rendszert akarom megcsinálni, az itt van, ahol számítógép csipkel és kábelkészlet. Magát a kábelkészletet már most le tudom gyártani, 2000-ust bekerül. Menjen. Jó, és a számítógép csiphez táblakorral kell, arany és réz vezeték. Táblakorralból van egy darab. De nekünk, nézzük csak... kettő kell, és egy darab részvezeték, azt le tudom gyártani. Jaj, most olvasom jobbra fent, hogy korai hozzáférés, elnézést, az előbb ostoba kérdését csak olvasni kellene tudni. Volt ilyen, hogy kérdezted, hogy korai-e? De azt hiszem, mert én ezt pont nem láttam nőt. Azt hiszem alvó raktár, meg ilyen vagonokat lehet hozzá csinálni. Mi az, hogy alvó raktár? Mármint ilyen modulokat, amikben így tudok aludni.
Korra kéne. Korralért indultam. Jó, mondjuk ez egy olyan terület, ahol sok a növény, úgyhogy remélhetőleg lesz valami a falon, valami tábla korral. Leginkább. Sima Subnautikában egyszerű volt ilyet találni. De itt annyira nem. Leszippantom. Szívószál arra van. Kösz a követés Salamandra. Menjünk el a szívószál felé. Hát ha, ahogy lemegyek a mélybe, úgy találok majd táblakoralt. Jó helyen vagyunk. Warning. 30 seconds of warning. Parsing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Mikor játszottál vele köbő, akkor már benne volt ez a nagy kigyószerű szar. Én azt sima Subnautikával játszottam. Vagy mi? Vagy Elet kérded? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ezt megszívogatjuk ezt egy kicsit. Oké. Okay. Na, egyébként ideig jutottam le a legutóbb, most megmutatom nektek. Itt mentem lefelé. Lefelé, mélyebbre és mélyebbre. Vittem lefelé a izét, a szívószálat. És akkor... ezen a ponton elfogyott a... az anyag. És innentől kezdve nem tudtam lejjebb menni. És itt nem sok minden volt, már annyira sötét volt, hogy nem igazán tudtam körülnézni, úgyhogy ide már valami nagyobb dolog kell jármű. Hoppá. Hát ebből kifőtt az üzemanyag. És haza, és otthon nem töltöttem újra. Természetesen. Nagyon kis elem tartalékot kivehetek a lámpából még. De hoppácska, ez kérem szépen egy távra korral, ezért jöttünk. Na, oké. Okay. Azért a levegőt se bánnám, hogyha kapnék, úgyhogy visszajövünk ide. Hát megint sötét lett.